Az újdombóvári városrész legnagyobb ünnepe az őszi fesztivál. Rengetegen kilátogatnak ilyenkor a városrész harmadik utcájába és a Sagúj Károly térre, hiszen itt zajlik javában a felvonulás és a színpadi program, valamint a vásári forgatag. Kortól független a szórakozni vágyás, az emlékek felidézése. Az én számomra nagyon sokat jelent, mivel fiatal koromban én is felléptem, és vonultam is sokszor Hintóval, lánykoromban még Szakcson éltem, és akkor ott felvonultunk több alkalommal, és nagyon látványos volt, nagyon szép volt, és azóta is keresem azt a hangulatot, amit akkor átéltünk. Igyekeznek itt nagyon az iskolások, hogy visszaadják azt a jó hangulatát, jó idő megvan hozzá, szépen elrendezték mindent, most várjuk nagyon a felvonulást. Nem tartozok ide a Dombóvárra, de itt lakok már 50 éve, a kórházi dolgozó voltam, és eljövök minden nap, mert a lányom itt tanít az iskolába, ide jártak mindenki, úgyhogy nagyon-nagyon szeretek ide jönni, és szeretem Dombóvárt is egyébként. Úgyhogy. Az őszi fesztivál megrendezése nagyon régi hagyomány, már a 20. század elején is rendeztek ilyet. Aztán egy időre elmaradt a vigadalom, majd mintegy 3 évtizede újraélett a színes őszi forgatag, mondta Müller Ádám, a művelődési ház igazgatója. Hagyományosan nem sokára kezdődik itt a megnyitó a templomnál, ahol polgármester úr, a Dombóvári József Attila igazgatónője és plébános úr áldja meg a terményeket, tehát ezzel a kis megnyitóval kezdődik a program, aztán lesz egy látványos felvonulás a 6. utcáig, a Saguli Károly térig, ahol indulnak a színpadi műsorok, erőszel a baptársulatnak egy látványos utcaszínháza, utána pedig gyakorlatilag 16:30-tól folyamatosan a színpadon lesznek műsorok, a sztár vendég pedig 20 órától már jó lesz. Fellépők közül nem mindenki dombóvári, nagyon távoli vidékekről is érkeztek szereplők. Épp ez volt a cél, hogy próbálunk máshonnan is hívni. A Kapos Tánc Együttes kihagyhatatlan. Ők mindig részt vesznek a megnyitón, és természetesen a színpadon is. De érkezett a Somogy Tánc Együttes is zenészek kíséretéből. De itt lesz Lukács Tibor, cigányzenész a zenekarával Miskolcról. Tehát gyakorlatilag ahonnan tudtunk és ahol van ismerni. És Mazsoret csoport jön Irek Szemcséből. Tehát sok helyről érkeznek fellépők. A Dombóvári József Attila Általános Iskola mintegy 30 éve részt vesz a fesztiválon. Kezdetben főszervezőként, majd most már inkább résztvevőként a művelődési házzal közösen vesz részt a szervezésben és a programban, mondta Inguláné Futó Orsolya intézményvezető. Délelőtt vannak saját programjaink, virtusjáték, közös főzés a szülőkkel és egyéb mindenféle bemutatók voltak délelőtt, délután pedig a felvonulásnak a nagy tömegét adja az iskola, hiszen majd minden évfolyamunk valamilyen stílusban, de felvonul, valamit meg személyesítenek a ruházatukkal. Terményeket, terméseket, amiket idehoztunk, áld meg földünk termését és szüretünk gyümölcseit. Add meg mindazt, amire szükségünk van, és segíts mindannyiunkat áldásoddal a mai ünnepen, az Egyistennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon ezekre a termésekre, gyümölcsökre, ránk is mindannyiunkra, és maradjon velünk mindenkor. Szép ünnepet! És délután kívánok mindenkinek. Több iskola, a város és sok civil is közreműködött a rendezvény során. A fesztivál az újdombóváriak kedvelt helyszínén zajlik, tájékoztatott a polgármester Pintér Szilárd. 2020-ban döntöttünk úgy, hogy az újdombóváriak által kedvelt Sagúj térre megyünk vissza, ugye ez a 6. utca keresztülésében és a főcsésben található, elmondások szerint régen ott szokták tartani a búcsút is. Nyilván itt a templom körül nagyon veszélyes volt a régi helyszín. Örömteli az idén, hogy ennyi fiatal itt van megint, több mint 14 csoport felvonul, és az iskola is tudta folytatni hagyományait, hiszen a pandémia után újból meg tudták tartani a családi délelőttöt, ezt követelőjönnek a szabadtéri programok, és nyilván régen is, és az idén is úgy lesz, hogy 21 órától az iskola aulájába egy jótékonysági bár kellő megrendezésre, és ezzel zárjuk a mai napot. Látványos felvonulás, színpadi programok, vásári forgatag jellemezte az őszköszöntőt. Zenekarok, tánc és énekegyüttesek is érkeztek többek között, mint hallhattuk. Fellépett a Baptársulat utcaszínháza is, a Sagúj Károly téren, valamint a Bartók Béla Férfikar Eszencia együttese is.